Nagy csütörtök az utolsó vacsora emléknapja, az oltári szentség megalapításának ünnepe. Ma nagy pénteken pedig Jézus kínszenvedéséről, kereszthaláláról és sírba helyezéséről emlékezünk meg. Ma délután 15 órakor keresztutat tartottunk, 17 órától a nagypénteki szertartást és lamentációt bonyolította le dr. Asztia Zoltán Budapest belvárosi plébános, és nagyon nagy szeretettel készülünk a holnapi nagyszombati szertartásra, amelyet este 20 órakor fogunk megtartani. Sajnos eseményeink nem nyilvánosak. A különböző húsvéti szertartásainkat nekünk is zárt ajtók mellett kell bonyolítani, de plébános úr úgy döntött, hogy minden eseményt a templom felületén keresztül közvetítünk. Tehát azok a kedves hívek és érdeklődők, akik szeretnék követni ezeket az eseményeket, templomunk Facebook oldalán keresztül természetesen tudják követni. A nagy szombati, mint említettem, este 20 órakor fog kezdődni, vasárnap, április 4-én, húsvét vasárnapján pedig 10 órakor lesz az ünnepi szentmise. Itt szeretném felhívni a kedves hívek figyelmét arra, hogy templomunkban feltáldozási lehetőséget biztosítunk ezen a napon déli 12 órától. Természetesen a járványügyi szabályokat be kell tartani, tehát azt kérjük az érkező hívektől, hogy a templom melletti úgynevezett rózsakertben várakozzanak. Ötösével fogjuk beengedni a híveket a szentáldozáshoz. Természetesen a bejáratnál, illetve az áldozás előtt készfertőtlenítési lehetőséget biztosítunk, és nagyon igyekszünk a szociális távolság betartására nagy hangsúlyt fektetni. Ezt követően húsvét hétfőjén, április 5-én 10 órakor lesz szentmisénk, amelyet szintén élőben közvetítünk a Facebook felületén. A Budapest belvárosi Nagy Boldogasszony főplébánia templomban a húsvét vasárnapi szentáldozásra előzetes regisztrációval van lehetőség a plébánia elérhetőségein keresztül.